Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Ezeknek a közéleti magyarázó videóknak a végén gyakran szoktam úgy elköszönni, hogy remélem jövő héten valamilyen vidámabb témáról beszélhetünk, és láss csodát, végre vidámabb témáról beszélhetünk, ugyanis a HVG lehozta, hogy jövő szeptembertől az állam fizetheti a közép- és szakiskolások B-kategóriás jogosítványának megszerzését. Nagyon érdekes a téma, nagyon sok kérdést felvet, úgyhogy iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, és aztán kezdünk is. Melegebb van, mint a napfelszínén. Én ezt nem bírom. Ezt kész. Ennyi. Hagyjad. Hello. Hello. Élethalál kérdése. Kell egy klíma. Most. Azonnal megyek. Ha ti is szeretnétek egy ilyen frankó klímát a Marcelek Klimatechnikai Kft-től, akkor a telefonban hivatkozzatok a Check Engine-re, és kaptok 10% kedvezményt. Ugye? Kinek mit intézett a csatornája? A HVG kérdésére az Igazságügyi Minisztérium azt válaszolta, hogy még dolgoznak a támogatás igénybevételének pontos módján. Ez a módosítás amúgy a miniszterelnöki kabinetiroda által jegyzett, az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő törvénytervezet címmel közzétett törvényjavaslatban olvasható. Az állam ingyenesen biztosítja a B-kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását. Támogatás most is létezik a B-kategóriás jogosítvány megszerzésére a 20 év alatti fiatalok számára, bárcsak kis összeggel 25 ezer forintot lehet visszaigényelni a képzés után. 2018 óta amúgy 163 ezeren értek ezzel a lehetőséggel, több mint 4 milliárd forint értékben. Ezen a ponton még nem tudni, hogy a támogatás a képzés és a vizsgák melyik részére szól majd. Tehát, hogy a családnak mindenképpen elő kell teremtenie a pénzt, amit aztán visszaigényelhet, netán az állam egyből az iskoláknak vagy az oktatóknak fizet. Ez még nem tisztázott, és azt sem tudható még, hogy csak az érvényes vizsgákra érvényes, vagy esetleg a pótvizsgákkal, pótórákkal is számolnak-e a törvénytervezet készítői. A világgazdaság.hu viszont megkérdezte Hoffmann Csabát, az autós iskolák vezetőjének országos szervezetének elnökét, aki azt mondta, hogy jelenleg egy B-s jogsi nagyjából 360-370 ezer forintba kerül. Szeretik azt hangoztatni a médiában, hogy a jogosítvány az évről évre drágul, viszont Csaba hozzátette, hogy nagyjából a 80-as évek óta megáll az a tendencia, hogy a mindenkori átlagkeresetnek nagyjából a 10%-ába kerül egy jogosítvány. Na, most megnéztem a KSH adatait, jelenleg 2023. augusztusában a nettó átlagkereset Magyarországon 391.500 forint nettó, míg egy jogosítvány 360-370 ezer forintba kerül, meg is áll az összevetés. A döntés leghamarabb bő egy év múlva lépett hatályba, viszont a törvénytervezet szövege jelenleg arra utal, hogy az ismeretek megszerzését támogatja a kormány, tehát az oktatás, vagyis a vizsgadíjak nem biztos, hogy ebbe beleszámítanak. Tehát, ha marad ez az értelmezés, és így is megy át a törvény, akkor a hallgatóknak továbbra is ki kell fizetni a következő összegeket. Az egészségügyi vizsga 20 ezer forint, a KRESZ vizsga 4600 forint, valamint van egy gyakorlati vizsga annak a 11 ezer forintos díjával, tehát 35 ezer forint még mindig a tanulók pénztárcáját terhelné, habár ez még mindig csak a 10%-a a jelenlegi 360-370 ezer forintos áraknak, tehát mindenképpen előrelépés lenne. Hoffmann Csaba mellesleg támogatja a képzés ilyen formájú támogatást, habár azt hozzátette, hogy az AVOSZ, tehát az autóiskolák vezetőinek országos szervezetét nem kérdezték meg a módosításról. Hoffmann Csaba, idézem, azt mondja, miközben a 90-es években jellemzően 17 évesen már megkezdték a jogosítvány megszerzését, ez mostanra kitolódott 25-30 évre. Az, hogy a gimnáziumi, illetve a szakképzői évek alatt elérhetővé válna egy ilyen kedvezmény, motivációt jelentene a fiataloknak, hogy mielőbb megszerezzék a vezetői engedélyt. Ez mindenki érdeke, az oktatóké is, hiszen jobb képességű, biztonságosabban vezető sofőrök kerülnének fel az utakra. Na most,
csak egyet érteni tudok, a biztonsági részével mindenképpen, mert ez tényleg egy olyan lépés, ami a valódi közlekedés biztonság felé terelné a dolgokat. Tehát ezt egy értelmesebb döntésnek tartom, hogy úgy is legyen meg valakinek a jogosítványa, hogy életében nem fog autóba ülni, csak mondjuk biciklivel közlekedik, vagy gyalogosként közlekedik, vagy rollerezik, akkor is legyen a fejében a kressz. Az tényleg mindenfajta korlátozó táblánál és trafipaxnál többet ér, hogyha a biztonságos közlekedést tartjuk szem előtt, hogy korán szerezzék meg ezeket az ismereteket az emberek. Még akkor is, hogyha tényleg nem lesz saját autójuk. Magyarországon mellesleg jelenleg 1300 autós iskola működik, akik 4000 oktatóval dolgoznak. Hoffmann Csaba még azt is hozzátette, hogy a vidéki árak már utolérték a budapestieket, és hogy nem tart attól, hogy a támogatás felverni az árakat. Ahhoz, hogy kerek legyen a történet, én is megkerestem egy kompetens szakembert, Köves Szilárd szakoktató, egykori vizsgabiztos és utánképzés foglalkozás vezető, aki telefonon válaszolt a kérdéseimre. Hogy csapódott le ez az ötlet a gépjárművezetés oktatók körében? Hát alapvetően vegyes volt a kép. Egyik oldalról ugye nyilván örülünk, mert azt mondjuk, hogy lesz tanulunk, másik oldalról meg van egy csomó kérdőjel a fejünkben, hogy oké, de hogy lesznek a részletszabályok, mert akkor fog eldőlni, hogy ez nekünk jó vagy rossz. Mi lenne a legideálisabb forgatókönyv az oktatók és a tanulók számára? Hát, hogyha ismernénk azt, hogy pontosan mit is jelent ez az ingyenesség, illetve hogy ugye itt azért nagyon sok olyan kérdés van, amire nincs egyértelmű válasz. Gondolok itt arra, hogy ugye a 29 óra és az 580 kilométer együttes megléte kell lenni ahhoz, hogy valaki vizsgára legyen jelenthető, és Budapesten a 29 óra alatt az 580 kilométert levezetni gyakorlatilag lehetetlen. Ha jól sejtem, itt az a probléma, hogy a hallgató az mondjuk felháborodásának adhat hangot, hogy hát neki csak 29 órát kell vezetnie, és azért akarják ott tartani, hogy további óradíjakat fizessen, de közben amúgy nem erről van szó. Így van, tehát már most is, amikor nincs arról szó, hogy visszatérítenek, akkor is problémás ez, hogy miért nem elég a 30 óra. Hát ezért nem elég, mert egyrészt fizikailag nem lehet megcsinálni, másrészt meg átlagosan egy átlagos képességű ember 45-50 órára van szüksége eleve ahhoz, hogy meglegyenek a feltételek, és hogy olyan szinten megtanuljon vezetni, hogy önállóan kimehet a forgalomba, kezdővezetői szinten. Hát a kezdővezetői szint tényleg 17-18 éves diákoknál az gondolom az egy alap, egy olyan körülmény, amit nem lehet eltekinteni. Jelenleg, ha jól tudom, 8-12 ezer forintba kerül egy gyakorlati óra, és hogy szabadárosok a gépjármű oktatók, tehát hogy ők határozzák meg az áraikat, netán az iskolával egyeznek meg. Ez további komplikációkra adhat okot, hogyha tényleg bevezetik ezt a támogatást, jól gondolom? Abszolút, hiszen nem mindegy, hogy mennyit vagy milyen módon kapják vissza a támogatást, hogy ezt az oktatói díjból kell meghitelezni, hogy ezt utólag kapják vissza, visszaigényelhetik. Ugyanannyit igényelhet vissza, százalékos arányba igényelhet vissza, tehát fogalmunk nincs, hogy itt miről beszélgetünk, meg még egyszer arról, hogy ez pontosan honnan fog ez a pénz előkerülni. Ön tud arról, hogy bármilyen szakmai szervezetet megkerestek volna az állam részéről, amikor felmerült ez a módosítás? Hát őszintén szóval nem, tehát én magam egy ilyen médiából hallottam, föl is kaptam rá a fejem, és aztán a legnépszerűbb megosztó oldalon találtam valamit ezzel kapcsolatban, de még egyszer mondom, ha jól olvastam, akkor csak ennyit, hogy ugye szakképzőintézményekbe, tehát középiskolásoknak szól, és hogy 29 órát térít. Értem. Ez egy nagyon fontos dolog, amit most említettél, hogy szakiskolásoknak vagy középiskolásoknak, de ugye egy ilyen képzéshez húzódhat. Ha jól sejtem, ez is adhat okot, vitást. Így van, ez is lehet problémás, hiszen gyakorlatilag a beiratkozástól 9 hónapja van arra, hogy sikeres elméleti vizsgát tegyen, sikeres elméleti vizsgától 2 éve arra, hogy befejezze a komplett tanfolyamot. És hát nekem ez nagyon nagy kérdés, hogyha valaki mondjuk az érettségi évébe beiratkozik, és eljut mondjuk az elméletig, leérettségizik, már nem középiskolás, akkor mi van? Tehát, hogy mikortól, vagy mettől meddig érvényes ez a támogatás? Értem.
És további kérdés, ami már csak bennem merül fel, hogy mekkora a tehetetlenség jelenleg a hazai gépjármű oktatói rendszerben? Tehát ha mondjuk itt most keletkezik egy boom, akkor el fogja tudni viselni ezt a jelenlegi oktatói rendszer, vagy várólisták kialakulására kell számítani? Az az igazság, hogy még mindig vannak várólisták, nyilván nem egységesen az országban, tehát anélkül, hogy ez a rendszer bejött volna, még mindig van, aki sorba áll azért, hogy oktatóhoz kerülhessen, most már egyre rövidül, de volt időszak, hogy ez akár 3-6 hónapot is igénybe vett. És ha most hirtelen kapunk, még egyszer mondom, egyik oldalra egy nagyon nagy létszámot, aminek örülünk, akkor a másik oldalra ott lesz, hogy nem feltétlenül elégséges az oktató létszám ahhoz, hogy ezt kezelni tudja, pláne hogyha viszonylag be vagyunk szorítva időbe. Igen, és itt az idő egy nagyon, nagyon fontos tényező. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor a legtöbb kérdés azért merül fel most az oktatókban, mert hogy egész egyszerűen még nem tisztázottak a részletek. Így van. Tehát jelenleg a szakmában 2 olyan törvénytervezet van, amit elolvastunk. Értjük, hogy lesz változás, de a részletszabályok megismeréséig mindennel kapcsolatban csak kérdőjeleink vannak, és az egyik szabály az egyébként augusztus 23-án idén életbe lép. Melyik ez a szabály? Itt digitalizálják az oktatás adminisztrációját, ami lehet nagyon jó, és van benne egy-két olyan kitétel, amiért megint csak pislogunk ki a fejünkből, és várjuk, hogy megmondják pontosan, hogyan kell lesz majd végrehajtani. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Bízom benne, hogyha további részletek kiderülnek, akkor ismét fogunk tudni beszélni, és akkor már egy kicsit tisztában látunk ebben a kérdésben. Köszönöm a megkeresést. A világgazdaság.hu még azt is hozzátette, hogy uniós hátszere is lehet a dolognak. Az Európai Bizottság idén márciusban terjesztett elő szabályokat a vezetői engedélyekkel kapcsolatos korszerűsítésekre, ebben szerepel a digitális jogsi, az EU teljes területén a határokon átívelő közlekedési szabályok, és hogy a fiatalok úgy általában könnyebben tudjanak megtanulni, vezetni. Ezek szerintem mind olyan dolgok, amelyekkel érdemes foglalkozni. És akkor most jöjjön az én véleményem, amit csak azért mondok el, mert nyilvánvalóan kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Szerintem az egy szuper dolog, hogy támogatják a fiatalok jogosítvány szerzését, és ezt nem azért mondom, mert szeretem az autózást, meg mert jót tenne az autós kultúrának, hanem két okból. Az egyik a már emlegetett biztonság. Tehát minél hamarabb sajátítja el valaki ezeket a tapasztalatokat, annál jobb közlekedő lesz, még akkor is, hogyha sosem fog autóba ülni, hanem mondjuk bringával vagy rollerrel megy az utcán, és nem gázoltatja el magát, mert tisztában van a jobbkész szabállyal. Az szerintem egy zseniális dolog. A másik dolog, hogy a jogosítvány az bizony egy szakma. Vagyis hát nem szakma, de megélhetést adhat az ember kezébe. Engem például 19 éves koromban nem vettek fel az egyetemre, és nem akartam ott ülni egy évet a következő felvételig, ezért munkát kerestem, és hogyha nem egy olyan munkát kaptam, ahol a munkavállalás egyetlen feltétele a B-kategóriás jogosítvány megléte volt. A Suzuki gyárnak a telepén voltam autóparkoló mellesleg. És egész egyszerűen nyilván nem kerestem magam Dagobert bácsira, de dolgoztam, és pénzt vittem haza, ami szerintem egy tök jó dolog. Tehát, hogy beállhatsz futárnak, hogy elmehetsz ilyen autóparkolónak, autómozgatónak, akárminek, hogyha van egy jogosítványod, az pénzkeresethez tud téged jutatni. A dolog másik része viszont az, hogy 630 forint jelenleg egy liter üzemanyag, és január 1-től hára a jövedéki adóemelésnek 40 forinttal drágulni fog, és ki tudja, hol lesz akkor éppen a forint-euró árfolyam. Látjuk, hogy mibe kerül egy KGFB, tehát biztosítani az autót, meg úgy általában az autótartás egyre inkább a luxus kategóriába tolódik el. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a tinédzser évei végén járó fiataloknak a legnagyobb segítség a jogosítvány. Eszméletlen pénzeket fog ez elvinni az államkasszából, jó helyre megy, tényleg mondom, lényem egy jó része egyetért vele, de közben nem tudok arra gondolni, hogy nem lenne sokkal nagyobb segítség ezeknek a fiataloknak, hogyha ebből a pénzből mondjuk tanáraik lennének, akik az iskolában tanítják őket. Írjátok le, mit gondoltok, mellesleg iratkozzatok fel a Check NG-re, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.